Sziasztok, ez itt az Imperátor Róm végjátszásunk 23. epizódja, és onnan folytatjuk, hogy legutóbb abba hagytuk. Azaz, hogy vannak gondok, mert a háború tök jól halad meg minden, csak közben lejöttek a hegyekből a lázadók, a barbárok. Szóval... azt be is foglalták szépen, de legalább az erőd védi. Szóval itt most nem esett le a civilizációs érték, mert az erődünk védi azt a területet. Zajlik az ostrom, gyakorlatilag ezt a háborút már megnyertük. Legalábbis én nem aggódom túlságosan miatta. Van még ez a sereg is kész. Honnan lettek ezek 41-en? Jó ég. Emiatt viszont aggódom. Itt most folyamatosan védik ezeket a területeket az erődök. Viszont újabb isztriai... Igen, vett megint zsoldosokat. Kiváló. Nagyon örülök neki. Ezt a csatát még veszítjük el a francba. Ez tök jó. Imádom ezt a környéket a rohadt barbárokkal és a rohadt lejövünk a hegyekből módszereikkel. Vissza kell vonulni. Gyakorlatilag ebben a barbáros hülyeségben több manpowert meg mindent veszítünk, mint magában az a tényleges háborúban. Mi a franc? Na ennek az ostromnak a befejezésére vagyunk attól, hogy ténylegesen véget is érjen a háború. Úgyhogy... Remélhetőleg addig nem jönnek. Hát jönnek. Amúgy az isztriaiak. De remélhetőleg nem tudnak semmit kezdeni velünk. 876-an védik még mindig ezt a területet. Para. Ránk támadnak. Úristen, de jó a tábornokuk. Ó, ne csináld már. Jó, úgy tűnik, hogy ezt megnyerjük. Viszont azért... Ja... Vesztettünk... kevesebb embert vesztettünk, mint ők, de nem arányosan. Legalább sikerült megnyerni magát a csatát. Hát az csúnya lett volna, hogyha nem egyébként. Mármint... Adjuk már. Gyere ide. Adjuk már. Ezek is 39 ezren vannak. A veteránok tovább lépnek, de jó nekik. Itt őt befogadhatjuk szívvel, lélekkel, szeretettel. De valószínűleg véget fog érni a háború, mielőtt ezek így találkoznának ezek a hadseregek. Bár az is lehet, hogy nem. Majd ez mindjárt kiderül. Itt elkezdjük újra tölteni, és akkor ami itt elkészül, meg visszatölti a morát, meg ilyenek, az fog csatlakozni ehhez a sereghez, és együtt fogják megverni a barbárokat. De amúgy olvastam Redditen is, hogy ez nem csak szerintemről helyes, hogy a barbároknak, fucking barbároknak, ilyen 40 ezeren így lejönnek a hegyekből, értitek? Mert nincs jobb dolguk, úgy tűnik, mint lejönni a hegyekből, és csinálni a felhajtást. Valaki meghalt, nem tudom ki volt az, és megvan az ostrom, úgyhogy szerintem kössük is meg a békét. Kár ezen tovább izzadni. Nyilván elkérjük Isztriát, elkérjük ezt a kis területet. Isztria csak mint másodlagos része volt benne a háborúban, de most elsődlegesen el fogjuk foglalni a francba. Úgyhogy bye! Majd írjatok. És szeretnék családot befogadni, ha lehet. Az Isztria életből kellett volna. Mindegy, ők akkor... Mindegy, ők menjenek a kukába, ők annyira nem érdekelnek. Mondjuk csökkentsük vele az aggressive expansion-t. Nem, növeljük a népszerűséget, az jobb. Ez megvan. És... Miszklikkeltem? Rosszra kattintottam? Azt hiszem, rosszra kattintottam. Oh well. Hát most már ez így veszett. És elkészült Piretis. Most már csak át kell ide helyezni a fővárost. És már is teljesült egy küldetés. Ezért kapunk két szabad embert Piretisben. Ahol most a jelenlegi népesség 14 fő. Vagyis hát értitek, 14 pop. És most ezzel felkerültünk 16-ra. Nagyszerű. Mi van még? Fritz of Qua... Fritz. Az inkább más játék. Fruits of Quadia. Most az a kérdés, hogy ezeken a területeken van-e már valami építve? Itt például van, és szerencsére egy farm. Itt is van farm. Itt nincs szerencsére. Ezek mind szabadon állnak arra, hogy építsünk ide ilyen farming... Hogy hívják ezt? Farming settlement? Igen. Tehát az a baj, hogy ez kicsit drága. 121 aranyba kerül egy.
Szóval szépen lassan fogjuk tudni megépíteni őket. De legalább addig, vagy amint elkészül, el fogja látni étellel a környéket. Gyertek ide, annyit szeretnék, hogy... ezt deszelektáljuk, és ti... titeket nem tudunk összevonni? Ja, majd mindjárt. Meghalt... Dákia kormányzója. Para. Na, hát egy kormányzó, akit nem kellett börtönbe küldeni. Juhú! Sinitus Venetiusszal megvertük a kalózokat. Ó, valóban! Mik vannak? Át kell majd tolni tényleg a szenátusnak a kalóz törvényt. Mert most itt vannak kalózok polában. Ezt megnyertük, nem ezt akartam, hanem azt, hogy ki legyen az új kormányzó. És az új kormányzó... szereztünk 8, 9 hajót. 10 hajót. Wow. Az új kormányzó legyen... ez jónak tűnik. Adminius Mandonus. Adminius, szóval az admin dolgokkal alapból jól fog teljesíteni. Legalábbis ez az álom. A hajóinkat visszaküldjük gyógyulni. És az a kérdés, hogy kivel tudunk kalózokat ölni. Valószínűleg a hadsereggel. Igaz? Melyik ezek közül nagy? Hát annyira egyik sem. Mondjuk veled ide jövünk. Meg is van. Root out pirates. Akkor át kell tolnunk ezt a törvényt a szenátusom. És persze, hogy nem támogatják. Miért is támogatnák? Ki nem támogatja? Populisták egyáltalán nem. Jó, kicsit várjunk vele. Át kellett volna amúgy tolni akkor, amikor volt rá lehetőség. Ugye volt egy ponton, hogy támogatták. Na mindegy. Jó lesz az, jó lesz az. Addig megszerezzük az ingyen hajókat. Mert lényegében itt az van, hogy jönnek a kalózok, és megverik őket, és megszerezzük a hajóikat, és ez talán miénk lesz. Most is szereztünk ezzel, vagy legalább 10 hajót, de inkább többet. Már azért elég szép nagy flottánk van, nem? Szerintem erre a flottára akár még büszkék is lehetünk. 7%-on el az ostrom. Nagyon alacsonyan van a moráljuk, ez a jó hír. Úgyhogy elvileg ezzel a sereggel meg kell tudnom verni. De jön az utánpótlás is. De nem lesz rá szükség, úgy látom. Alapból jobban is harcolunk. Szeretném, hogyha ti használnátok a... skirmishinget? Legyen a skirmishing. A másik sereg pedig használja a deception. Szerencsére az azon van. Oké. Jó lesz az, jó lesz. Aztán ki kell találnunk azt is a mai részben, hogy mit akarunk importálni a városunkba, a fővárosba. Mert hogy van egy szabad út, amit fel lehet használni, és azt fel kéne használni, mivel az pénzt ad. Tehát konkrétan ad bevételt. És ez nem mindegy. Na, hogy osztjuk el a seregünket? Ide amúgy kéne egy szerintem, mert ezek olyan kicsit olyan billegő területek. Egy vakember vezeti a hadsereget? Biztos, hogy ez a legjobb ötlet valaha. Egy észrevétlen vakember, aki adásul tűrgyula. Ó, ez nem fogja sokáig húzni. Nem fogja sokáig húzni. Mondjuk elég lassan csökken az élete ahhoz képest. De... hát ja, nem irigylem csórikámat. Mondtam az előző rész végén, hogy fogunk kicsit gyarmatosítani. Úgyhogy azt kéne megnézni, hogy például Astrumból át tudunk-e küldeni embereket. Nem, mert nem jó a hitük sem. De nagyrészt a hitük nem jó. A másik két területen pedig nem éri el a megfelelő számú ember. Itt például hatan laknak, itt négyen. Na most hogy hívják ezt? Ancia? Anciába be tudunk küldeni egyébként. Bőven embert, hiszen 6/13-on állunk. Viszont az meg pénzbe kerül. Ez itt a para része a dolgoknak. Bountiful Harvest. Úristen, az előző részben egy darab ilyen cute eventet nem láttam. Vajon hányról maradtam le? 298 arany! Kérem! És akkor ebből most megépítjük azt, amit kér tőlünk a játék. A farming settlementeket ide. Ezeket kérte. Miről is volt szó? Amatria. Ugye itt
Itt van, itt van, itt épül, épül, épül. Épül, 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 3, 5, de 6-ról volt szó, nem? Lagurikia vagy micsoda. Na, ide is kell még egy farming settlement. Jó! Tanyák, igazából. Nem kezd túl gondolni. És egyébként most már határosak vagyunk Venétóval, ami nem gyenge. Meg hát tengeren rálátunk Rómára is. Ami meg amúgy elég gyenge, mert Róma egy vicc ebben a végjátszásban. De még Kártágó is egy vicc. Az az érdekes benne. Trákia erős, boszporuszolják, azok megszenvedik a dolgokat. Frügia már szépen esik szét, Szelókidák szépen esnek szét, mi azt illeti. Megint, látjátok? Ja nem, ezek nem a kalózok, ezek csak simán a barbárok, akiket mi tudtunk legyőzni, és így jár nekünk 4 rabszolga Halikánumba. Ez tök jó. Azért már megérte. Hol van Halikánum? Egyébként. Halikánum. Ah, itt. 42 per 44? Akkor itt nagyon gyorsan felhúzunk egy akvaduktot. Ezt is meg kéne nézni egyébként, hogy hogy állunk az ilyen dolgokkal, hogy valahol nincs-e túlnépesedés. 0 a pénzünk egyébként. Insanity of Archon Duratios. Kicsit megőrült az uralkodunk. Oh dear. Megőrül, amit mindent veszít, de karizmát és zilt nyer. Jó. Vagy pedig hívjuk össze a legokosabb embereket a vidéken. Hát... az a helyzet, Halikánum, hogy talán mégsem most fogod megépíteni ezt, amit most adtam ki. Mert szükségünk van 10 aranya, ahhoz, hogy összehívjuk az embereket. Nem szeretnék őrült lenni. Mikor lesz választás? Ugyanakkor lesz választás ettől függetlenül? Nem. Változott a választás időpontja. De tudjátok mit? Próbáljuk ki. Őrüljön meg, whatever. 00116 adom. És akkor visszakapod mégis az akvaduktodat. Csórikáim. Minden nap új hírek jönnek. Szegényeknek, hogy megkapják-e vagy nem. Flocking to the banner. Istria-nak adhatunk olyat, hogy ne legyél már izé. Ne legyél már töcs. És akkor veszítenek 0-25-öt. Provinciális lojalitást. Vagy pedig... Venucius Brennus kap seregeket. Ki az a Venucius Brennus? Nyilván az egyik hadseregemnek a vezetője. De melyiké? Ja, ezé. 5K. Hát amúgy ez egy öreg ember, kicsit beteges is. Nyugodtan. Tessék, megkapod őket. Légy boldog velük. Kapod ingyenegységeket. 5 darab ingyenegységet. Azt nézem, hogy itt közben ezek eszik között Rishont. Tehát ez a 21K például innen eljöhet. Valahol kicsit beljebb az országba. És hogyha kell, akkor oda sietünk a határvidékre. Lebeszélni a dolgokat. Na mi hiányzik még nekünk? Pierria például nagyon hiányzik, én úgy látom. Viszont neki a szövetségese Kártágó, mert miért ne? És Oxihuella, akinek a szövetségese Frügia. Oké. Venétónak a szövetségese csak Boy, aki ekkora. Úgyhogy én azt mondom, hogy kezdjünk el igényt tenni rá. Mert ez akár még jó is lehet. Ez akár még jól is elsülhet, hogyha sikerülne itt Venétót befoglalni. Gazdag terület, magas civilizációs értékkel, veszítünk pénzt, what? Ja igen, jött a sereg, valószínűleg azért, mert jött a sereg. Jó, úgy gondolom, hogy el kell engednünk pár embert. Például ezeket. Ezek közül őket, a Light Infantryt. Ti vagyok kevésbé értékesek? 257-be kerül? Diszbandolni őket? Oké, B-terv. B-terv. Leveszik a Fort Maintenance-et. És már is felmegyünk 258-ra. Valamiért most nagyon alacsonyan van egyébként a bevételünk. Az lesz, hogy most akkor, amit pénzt ebből nyertünk, az abból megszüntetjük ezt a sereget, akinek a fenntartása 0,85. Well. És kicsit észszerűsítjük itt a dolgokat. Most az kéne. Még ezek még így is elég sokan vannak. És nincsen vezetőjük.
Most már van vezetőjük. Ők azért vannak itt, hogy védjék ezt a területet a barbároktól, viszont ez édes kevés lesz. Őszintén szólva. Ahhoz, hogyha ezek elindulnak. Barbarian Stronghold. Barbarian Growth plusz 0.06. Igen, ezek innen fognak lejönni. Jelenleg az esély rá a spawnra 1,58%, ami nekem kicsit zavaróan magas. Zavarba ejtően magas. De lehet csak én vagyok ilyen maradi. Mindjárt kell nézni a policy-ket is egyébként, mert szerintem vannak már, amik nem érvényesek. Ezt akartam megnézni, hogy mi a helyzet itt a törvénykezéssel, de még mindig nem adják azt, hogy átmenjen. Szóval, itt például ez jó, ez a governor policy. Itt jó. Itt már nincs szükség arra, hogy erre a policy-re már nincs szükség. Úgyhogy átmenjünk acquisition of wealth-be. A minor addendum. Stabilitás, political influence cserébe adom. Jó, itt ez butaság. Ez a Mozi Civilization Change, ez butaság, ezt nem is tudom, hogy kitalálta ki. Helyette inkább az kéne nekem, hogy religious conversion, mindig conversation mondom. Ez itt jó, ez itt nem jó, most már inkább cultural assimilation kell, köszi. Ez még maradhat. Ez... itt aztán azért jó munkát végeztek, nézzétek csak. Már mind a két mérőszámban minimum az ország háromnegyede megfelelő vallású és kultúrájú, vagyis a provincia. Itt a kétharmada megvan jó vallásúnak, a kultúra az megoszlik, úgyhogy itt is picit átállítanám, hogy a kultúrára helyezünk inkább hangsúlyt. Ezt nem is tudom, ezt miért választott a kopasz, hogy akkor inkább ő ezt fogja challenge civilization effortot. Lehet, hogy ez automatikusan történt, amikor államformát váltottunk. Itt is az van. Pedig itt aztán más kéne használni. Nem, ez a kopasz intézett valamit. Ezt tudja, hogy ő csinálta itt a dolgokat. Legyen vallásos. Itt is legyen conversion. És itt pedig... itt is vallásos legyen. Na, gyűjtöttünk némi tyrannit, 3.18 lett. És azt hiszem ennyi. Nem, itt is változtatni kell, hiszen már a kultúra nagyjából rendben van. Úgyhogy inkább a hitet kéne megbeszélni az emberekkel, hogy mi lenne, hogyha nem. Szerintem itt is levehetjük ezt a... centralizációs policy-t, mert most már elég sokan itt vannak. És... mondjuk nem elég sokan. Ez a provincia, ez így dugig van. Tehát ez így dugig. De úgy érzem, ez már nem csinál sok mindent értük, úgyhogy acquisition of wealth-re átmegyünk. Ezzel most néminek szereztünk némi plusz pénzt. Meg is nézem, hogy áll az államháztartás. 347. Nem eleget. Korán sem eleget. Krízis Pieria-ban. Hol van Pieria? Ja, ott van Pieria. Pretenders in Pieria can be supported with a new character interaction. Really? Ez a Basileos. De valahogy elő tudom húzni azt is, hogy kik laknak itt. You characters. És kiszámít. Ennek a lőtása 69. Kit a Pretender? Például te? Te Pretender vagy? Nézd a lojalitást, az alapján próbálom meghatározni, ki lehet a Pretender. He's a pretender doing a business and son of a concert and brother. Okay, te vagy a pretender. És azt tudom mondani, hogy inspire disloyalty, ami 5 aggressive expansion-be kerül. Okay. Hajrá! A káosz egy létra, sose felejtjétek el, srácok. A káosz egy létra. Úgyhogy most nem próbálunk felmászni rajta. Nálunk is vannak diszlojális karakterek egyébként, akiknek csökken a lojalitása, ők számítanak valamit? Kik ők? Galán Mandonus. Mit csinál ő? Elég lett az életben, de azért nem túl lojális. Van-e valami melója? Úgy látom, hogy nincsen. Nincsen semmi melója. Aquincumban lakik. Number of loyal cohorts. Hát akkor csak van. Petition. Imádlak. Melyik fáj a legkevésbé? Az illíriai kormányzó ellen vannak gondok.
Korrupcióért cserébe le tudjuk ezt folytani. Annyit történik, hogy igen, a többi mindig fájdalmasabb. Azért ezt választom, mert most ugye van egy korrupció csökkentő törvényünk, ami ez ilyen esetekben pont tud segíteni. Úgyhogy le fogja vinni szépen a korrupciót majd remélhetőleg. Tehát tovább is érdekel, hogy ez a Galán Mandónus mit jelent az, hogy neki van 6 darab lojális kohortja? Ha jól tudom, ő nem visz hadsereget Galán. Lássuk Galán. Nem, Galánnak nincsen hadserege. Akkor hogy lehet lojális kohortja? Érdekes. Prosperity, na ezeket szeretem. Ah, igen, kérlek, 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 növeljük meg az adókat. És meghalt az egyik researcherünk. És a Kulcsi családból kell hozni a következőt. Nyilván senki nem ért a Kulcsi családból ehhez, úgyhogy nem onnan fogjuk, majd kinevezzük valami másra. Influence a Kulcsus family. Na, meg is oldódott a gond magától. Legyen egy sima researcher, ne legyen governor. Oké, okay, a másik pedig, aki diszlojális, az Margana, aki meg nő, úgyhogy, hát elnézést, de nem igazán számít, és ezt nem én mondom, hanem a játék törvény, játékban lévő ország törvényei, hogy egy nő nálunk nem is lett hivatala. Szóval, ja, megvan a claim Venétóra. Nem most fogunk támadni, most kicsit kell egy kis pénzt szereznünk. Felment 943-ra a bevételünk, szóval a Fort Maintenance-ot vissza lehet állítani. 666, tökéletes, legjobb szám. És erre viszont szükségem lenne. A Religious Advancement megtörtént, és ezzel kaptunk 3 újabb megvásárolható találmányt. A Primary Culture Happiness, az tök jó, de nem létfontosságú. National Pop Growth, tök jó, de nem létfontosságú. Pop Conversion Speed plusz 0.5, ez viszont nagyon kéne. Nagyon-nagyon kéne. Itt éheznek az emberek, képzeljétek. Emlékeztek, hogy mondtam, hogy ebből lesz gond? Na, itt a gond. Szadcsereget kihozom innen. És hát, ha azzal meg tudjuk oldani azt a problémát. Nem tudom, hol vihetném. Ide? Talán, de azért itt is elég... Itt is éheznek az emberek. És átjössz ide. Akkor is éhezni fognak. 5-tel csökkent. Jó ég. 3-mal csökken. Ugye ez nem egy teljes provincia. Itt azért csökken elsősorban. Av, meghalt Keletus Kulcsus, ő lett volna a következő Archeon. Vagy Arkon. És ő volt a Kulcsi család feje. Para. Tehát nincsen kaja. Nem tudunk importálni. Csökken. 0.02-vel. Na ez viszont pozitívum, hogy csak 0.02-vel. Mert azzal még elvegetálnak egy darabig. Az 52 kaján elnyomognak, meg elcsámcsognak. Tudunk-e valahogy segíteni ebben? Ha építenénk egy várost, az lehet, hogy segítség lenne. Amúgy szerintem nem tudunk ebben ezzel semmit kezdeni. Vasat gyártunk, nem tudunk be... De, tudom, hogy tudunk ezen segíteni. Úgy tudunk segíteni, hogy itt behozzok egy olyan cuccot, hogy... Ah, Marshall Advancement is megvan, mindjárt megnézzük. Hogy Local Import Route, ugye? Felfedeztük ezt a területet, behozunk valami kaját valahonnan, és akkor már is meg lesz, ami kell. És fel vagyunk pozitívban. Mi a helyzet itt? Itt továbbra is nagyon erősen csökken. 2.25-tel csökken. Grain. Aid viszülöm. Viszont sajnos már az ki van építve. Az a terület. Ide tudunk esetleg valami? Nem. Tudunk-e bármi kaját adó dolgot építeni ezekre a részekre? Valószínűleg nem. Addig, amíg összejön a pénzre, vagy egyáltalán megnézhessem, addig... Lássuk, hogyan változnak a dolgok. Ugye megkapjuk a szokásos módosítókat. Siege Ability plusz 5%, tök jó, nagyon adom. Heavy Infantry Disciplina plusz 10%, minket annyira nem érint. Military Prevention Investment Cost minusz 10% szintén nem érint. A Venomous Tongue.
The debt to treason must be paid in blood. Börtönbe zárjuk a Mösia kormányzóját. Hát, zárjuk. Sure. Nem haldoklik, zárjuk. És akkor Mösiának kell egy új kormányzó. Ami Remaxus Gudillanius lesz. Gratulálok. Ugyancsak 7-es a képessége, szóval nem a legélesebb kés a fiókban, de hát valakit oda kellett rakni, úgyhogy ő lett a szerencsés nyertes. Na, már is felmentünk pozitívba, 0.07. Ettől függetlenül importálok majd ide valamit, ami segít. És itt is meg kell csinálni ezt a provincial investmentet, viszont nem tudjuk megengedni magunknak. Sajnos. Para. Hogy tudunk ezen segíteni, mondjuk itt építeni egy malmot? De ha minden igaz, nem is malom az, ami nekünk ide kell, hanem magtár. Viszont ez csak food capacity-t növel, nem magát a gyártást. A gyártás az adott területekről jön. Tehát ide kéne lerakni ilyen farming settlementeket, mondjuk. Ah, az oda, ott van? Aqua Izea? Jó, itt az ott van. Akkor most inkább lerakjuk ide. Tudom, itt... Ja, itt elkészültünk már ezzel, igaz? Oh, nagyon jó, tök, hogy játék nem szól. De itt megépültek a farmok, és még itt kéne fejleszteni a vidéket bányákkal, viszont ez most itt fontosabb. De, elkészült a Fruits of Quadia küldetés, amiből kapunk Local Monthly Food Modifier plusz 20%. Bárcsak lenne valami módja annak, hogy konkrétan ide innen áthozzunk kaját ide. Mert szerintem itt túl sok van jelenleg. Na mindegy. És megnyílt a Bread and Circuses is, ami azt kérte tőlünk, hogy legyen sok kaja ezen a területen, ami már most kész van, és ez National Freeman Happiness plusz 15%-ot ad, vagy pedig 900 aranyért cserébe, ez nagyon butánnak tűnik, ez nem tetszik, ez nem tetszik. 900 aranyat, én fizetek 900 aranyat? Nagyon sok kaját lehetne odavinni onnantól kezdve, nagyon sokat tudna el tárolni, de nem, nem. Inkább ezt kérem, köszönöm. Meg is van. Itt ezt meg sem néztem, még Stronghold of Pannonia Prima. Azt kéri tőlünk a játék, hogy Piratisbe építsünk 2 darab erődöt. Hát legalábbis ez a kifutása. És jelenleg nem tudjuk megtenni, egy erőd az mennyibe kerül? 52 forint. A Forest Heritage miatt még drágább is. Oké, cool. De ja. 52 forintért tudunk majd itt erődöt építeni. Jaj, mindjárt vége a résznek, és még nem néztem meg, hogy mit kell ide importálnunk, pedig ezt is erre a részre ígértem, hogy mit érdemes ide importálni, amiből, ha plusz van a fővárosban, akkor az mindenkinek jó. Például Búzából, ha plusz van, akkor az ad National Manpower Modifier plusz 10%. Ha ruhából van plusz, amiből nem tudunk szerezni, akkor Oratory Investment, hogyha furből, amit szintén nem tudunk szerezni. De azt tudnánk szerezni. Experience Decay, oké. Üveget azt nem tudunk szerezni. Azt úgy kellett legyártani magunknak, hogy egyáltalán nekünk egy darab üvegünk legyen. Szóval nem, ez annyira nem működik. És új uralkodónk van, aki vallási frakciónak a vezetője. Érdekes. Csökkent a stabilitás is cserébe. Temptation beckons, ahol valaki lopni akar. És lehetne következményei, hogyha lopunk. Vagy valaki lopott, vagy valami ilyesmi. És kapunk pénzt. És összebarátkozunk a Dwight Chief család fejével. Ezt a pénzt nagyon tudnánk most használni. És azt mondja, hogy dissection may have consequences. De én úgy gondolom, hogy amit ez alatt ért, az, hogy dissection will have consequences. Na mindegy, oké. Lopjunk. Legjobb. Na, minden esetben ennyi volt az a mai rész, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk vasárnap. Szerintem tök jól haladtunk, meg tök jól állunk. További szép napot nektek, sziasztok!